Sziasztok! Ez egy újabb epizódja a globális narratíváknak. Eddig ugye beszéltünk egyáltalán arról, hogy mik ezek a narratívák. Három az minden nyelven érthető, a klíma, a migráció és a vírus. Minden nyelven ugyanígy van, és a háború, ez a negyedik, ami hát nagyon érdekes, mert pont most olvastam egy érdekes beszámolót arról, hogy körülbelül április táján vesztették el az emberek az érdeklődésüket a háború iránt, és hát nyilván nem azok, akik a közvetlen közelben élnek, de globálisan elkezdtek ezek a hírek senkit sem érdekelni. Ez mindig így van egyébként, tehát ami először borzasztó, az később unalmas lesz. Először borzasztó, aztán megszokott, aztán unalmas, értelmét és érdeklődését veszítik az emberek. Már nem lehet a borzalmakat fokozni, ez pont olyan, mint a valóság sok, ha belegondoltok, akkor nem tudom, mi jöhet még, tehát most már dugnak is nyílt színen, meg már mit, tehát már minden ilyesmi van. Lehet, hogy az lesz a végső pozíció, hogy megölnek valakit a nyílt színen. Ez még eddig nem volt, de hát ahogy fokozni kell ugye az egészet, még ez is benne van a pakliban, mindenki döntse el, hogy ez mennyire tetszik neki, nyilván nem. A háborúval egy picit ugyanígy vagyunk, hogy már nem érdekel, tehát hogy egyszerűen, hogyha nem nekem csapódik be ide a bomba a szomszédba, vagy nem az én rokonaimat ölik meg, akkor azt mondom, hogy kit érdekel, hagyjanak már békén, már nem bírom bekapcsolni a tévét, nem érdekel az egész. Tehát így vagyunk ezzel. A többivel szintén ugyanígy vagyunk, tehát ez a nagyon érdekes, hogy amikor mutatják ugye a migránsokat a határon, akik egyre agresszívabbak, ez az embernek az egyik fülébe megy a másikon ki. A klíma az egy másik ügy, mert a klímával elkezdtek bennünket zsarolni, tehát én arra abszolút érzékeny vagyok, hogy ne dönts el más helyettem, hogy mit eszem például, meg hogy mibe csomagolom a dolgaimat. Tehát az mondjuk mindenkit szerintem személyes szinten is érint. Ezek a klímaaktivisták egyre hülyébbek, egyre agresszívabbak. Hogy fogja megállítani a klímaváltozást, azt, hogy leöntik Van Gogh képét, mit tudom én, vörösökkel. De hát nyilván az kell nekik, hogy írjanak róluk, és akkor írnak róluk, és akkor az emberek azt mondják, hogy hű meg ha. Azt nem veszik észre, hogy azért a nagyon-nagyon elenyésző, anarchista kisebbség, tényleg minoritás, azon kívül mindenki ilyenkor jó érzésű emberi, akkor azt mondja, menjetek már a francba, hagyjatok már bennünket békén. Na szóval ezek a narratívák csapkodnak körülöttünk, és ami most feltűnő, és erről lehet, hogy külön majd kell csinálnom valamit, mert amit most fogok nektek előadni, ezt kb. 3 hete összeraktam, csak nem volt még időm fölvenni, az a pedofília, és az, ahogy elképesztően megpróbálják ezt a témát normálissá tenni. Tehát pedig nincs olyan társadalom, soha nem is volt, ahol a pedofiliát elfogadják. És most a nyugati társadalmakban kezdik ezt az egész témát úgy beállítani, hogy hát ez is love is love, ugye? Tehát szerelem a szerelem, ugyan már, hát ez csak egy érzelem. Ezeket az embereket elkezdték elnevezni minor attracted personnek, tehát hogy olyan valaki, akiket a kis sebbek, vagy hát a nem kisebbség, mert minority-t használják kisebbségnek is, de ez igazából a gyerekkorúak által vonzott emberek, tehát borzasztó, hogyha belegondoltok, és minden ennek fogok szentelni egy témát, mert ezt is meg fogjuk nézni, mert van rá természetesen erre is asztrológia jelölő, de most nézzük azt, ami kész van, és a globális narratívák karmaasztrológiai mély rétegeit fogjuk most itt tovább nézegetni. És az első dolog, amivel foglalkozni fogunk, az maga a klíma. Egy korábbi videómban bemutattam azokat a TNO-kat és kentaurokat, amik ehhez kapcsolódnak. Még egyszer, ugye, a karmaasztrológiában összefoglaló néven kentaurok nevezzük mindazokat az égitesteket, amelyek a Kuiper-öv lakói, amelyek a Kuiper-övben keringenek. Ezek közül gyakorlatilag 3 vagy 4 kategória van a csillagászok szerint, vannak a kentaur típusú égitestek, ezek viszonylag a Kuiper-övnek a belső peremén keringenek, belenyúlnak az ismert bolygók pályasikjaiba, nagyjából egy emberöltő a keringési idejük, van 1-2, ami 100 éven túli, de általában 100 éven belül, 90 éven belül keringenek, és a karmikus sebeinkről adnak felvilágosítást, hol hogyan szereztük őket. Általában a nevek, amiket választottak nekik, az Ovidius Átváltozások című művének a történet szereplők nevei, tehát így lehet őket megtalálni. Tehát ez az egyik kategória.
A TNO, a transzneptuni égitest, ez tulajdonképpen a legösszefoglalóbb név, mert ugye semmi más nem mond, csak hogy a Neptunuszon túl keringenek ezek az égitestek. Ezek általában hosszabb keringésűek, tehát 280, 300 év, 350 év, valahogy így. Akkor vannak az SDO-k, a Scattered Disk Object, a szólt korongbeli objektumok, ezeknek olyan 600 és 1000 év a keringési idejük, és aztán vannak az extrém TNO-k, tehát azok az elképesztően hosszú keringési idejű dolgok, de ezeket mind összefoglaló néven tulajdonképpen a karmasztrógiában kentauroknak nevezzük. Ahogy mondtam, ez pont olyan, mint azt mondjuk, hogy személyes bolygó, és a napot meg a holdat is belevesztik, pedig pontosan tudjuk, hogy ezek fényadók. Mik azok a témák, vagy azok a kentaurok, TNO-k, amik a klímához kapcsolódnak? Ugye az egyik a Sedna, ami egyáltalán sok mindenhez kapcsolódik, hiszen pusztán azt szimbolizálja, hogy szétdarabolok valamit, és ami nem működik, és a részekből, az alkatrészekből megpróbálok valamilyen kerekegészt összerakni, ami működőképes. Tehát egy olyan teremtés, amit előzőleg megelőz valamilyen szétdarabolódás. Itt gondolhatunk arra, hogy az életünket darabolják szét, a megszokott komfortjainkat darabolják szét, mert ugye azt akarják mondani nekünk, hogy ez már nem működik, persze nem működik, hogyha felemeled az egekbe az árát. Dzievanna egy ilyen dévákhoz kapcsolódó entitás, és a teremtésvédelem kötődik hozzá egyértelműen, a pozitív értelmű teremtésvédelem, a Pramziuszhoz a teremtés folyamatainak a megértése, tehát hogy értsem azt, hogy mi miért van, és miért természetes, mondjuk például egy állatfajnak a kipusztulása, egy másik állatfajnak a felbukkanása, az életterek hogyan változnak, ez a Pramziusz. Aztán van a Typhoon, ami a természet romboló erőit szimbolizálja. Nagyon érdekes, nézzétek meg, ide raktam a 2023-as állásokat. Azt láthatjátok, hogy a Dzievanna, a Pramziusz és a Typhoon, ezek gyakorlatilag ugye konjunkció és kvadrát energiákban állnak egymással, tehát ez teszi igazából érdekessé, hogy ez a három dolog, ugye a Dzievanna és a Typhoon, azok tulajdonképpen kísérgetik egymást, látjátok a fokukat, és kvadrátban állnak a Ramziusszal. A Typhoon és a Dzievanna pontosan ellentétes minőséget képviselnek. Az egyik a romboló erőket, a másik pedig a védelmező erőket, és közben a Ramziusz pedig ezeknek a folyamatoknak a megértését segíti elő, és akkor van még ez a Baba Vana Varanéna nevezetű, ki sem tudom mondani, cucc, ez egy afrikai törzsnek a teremtő mítosza, és ő tehát tisztelt a természet törvényeit. Most ez talán a legeslegfontosabb az egész közül, mert ha nem tiszteled a természet törvényeit, akkor el fogsz pusztulni. Tehát nem természetvédelmet kellene gyakorolnunk, hanem teremtésvédelmet. És akkor itt lehet látni, ugye, hogy csináltam is nektek egy ilyen rajzot, amiben egyértelműen nyomon lehet követni, hogy mikor lesz ez a T-kvadrát. A Dzievanna Typhoon konjunkció kvadrátolni fogja a Szaturnuszt, és trigonolni a Neptunuszt, majd január, májusban és augusztusban. Tehát a Neptunusz odahozza egyrészt az emelkedettebb, transzcendensebb élményeket, megoldásokat, tisztánlátást, de a ködösítést, meg a rózsaszínű ködöt, meg a hazugságokat is. És akkor itt láthatjátok, hogy mikor kerülnek elő ezek a témák, majd figyelni érdemes, tehát ez azért hagyom ilyen hosszan itt ezt az ábrát is, meg a dátumokat is, mert azt, ha valakit érdekel a klíma, akkor nem kell más tennie, csak ezeket a dátumokat felírni, és figyelni, hogy mi jelenik meg a narratívák, ugye a globális narratívák szintjén, mit hoznak elő, milyen természeti katasztrófát fújnak fel, mit hazudnak megint, hogy a brazíliai őserdők a föld tüdeje, ezt a baromságot nem tudom, honnan vették, nem a föld tüdeje, a te tüdőd, az a sajátod, és a kertedben, vagy a közelében lévő erdőben, vagy parkban lévő fák alkotják a te tüdődnek a táplálékát, és semmi között nincsen innen nekem a brazíliai őserdőkhöz, csak ami nem tetszik nekik, azt akarják velünk elhitetni. Na, tehát ez tehát az egyik narratívánk a klíma, és akkor itt van, hogy van a Varéna pedig gyakorlatilag januártól márciusig szembe kerül az Uránuszra. Aztán az Uránusz jóval gyorsabb, ugye, és el fog innen menni. Isten igazából, ha az egésznek olyan három
fokos orbiszt, és egy opozíciójának miért ne adnánk, és egyáltalán én nagyon szűk orbiszokkal dolgozom, tehát ilyen egy fokon belüli orbiszokkal dolgozom általában mindenféle szempontból, de főleg előjelzéseknél. Ugye azt szoktunk mondani, hogy egy másfél fok a bepontosodás, egy fok a távolodás, de globális narratíva címén a 3 fok bepontosodás, 3 fok távolodás nyugodtan lehet használni, tehát ez gyakorlatilag egészen addig, ameddig a 18 fokot el nem hagyja az Uránusz, addig ott lesz hatótávolságon belül, viszont a tűpontos opozíció az január és március környékén pontosodik be. Ez volt az első számú narratív. Nézzük a migrációt, ugye, ami most megint felpörgött, hát ez természetesen abszolút mesterségesen szítják. Azok az emberek, akik például a mi határainkat ostromolják, vagy akik Szerbiában felgyülemlenek, azoknak az ég adta világon semmi közük a valódi menekültekhez. Akik Ukrajnából jönnek át, azok természetesen menekültek, hiszen háború elől menekülnek, de azok, akik 6 köteles korú fiatal, egyedülálló férfiak, azok egyszerűen azért akarnak ide, mert hódítanak, mert területet foglalnak. Érdemes lenne értenetek az iszlámot, ahova az iszlám beteszi a lábát, ahova bármilyen muszlim ember beteszi a lábát és letelepszik, az már az ő számukra muszlim földé válik. Nézzetek utána, és nézzetek meg, hogy mi történik az európai, a nyugat-európai nagyvárosokban. Milyenek a, ugye az a témákhoz kapcsolódó kentronok? Megint ott van a Szerna természetesen, mert mondom, az végig ott van, és ugye ahogy az előző videóban elmeséltem, a Szerna most jegyet vált, egyszerre vált jegyet a Plutóval, és ott létrejön egy trigon, és a trigonnak olyan nagyon nem örülünk mindig, mert az gyakorlatilag az előrejelzésekben a trigon, az nem áldás és harmónia feltétlenül, hanem szúrlódások nélküli siklás, elhárulnak az akadályok, és valami nagyon gyorsan bekövetkezik. Tehát a migráció témában is a Neptunusz trigon az oda fogja hozni megint azt a fajta narratíva tupírozást, hogy valami történni fog, és akkor majd bedobják a különböző hírügynökségek, ugye a globális hírügynökségek mindig ugyanazt tajkóznák, és akkor felfújják, és ez fog történni. Itt viszont majd meglátjuk, hogy mi fog történni ezzel a Plutószernával. Mindenesetre az Eris szintén nagyon lényeges, ugye drasztikusan megváltozó külső körülmények. A kosban jár most már lassan több mint 80 éve, hát ha megnézed az emberiség legutolsó 80-100 évét, akkor láthatod, hogy tényleg drasztikusan megváltoznak a dolgok körülöttük. A kosban pedig ugye a háború jegyében hát egyfolytában vívják a csatákat. Káosz ugye a semmiből teremtés képességét jelöli, de a kaotikus folyamatokat is. Tehát káosz és anarchia, ami azt kell mondjam, hogy a legtöbb spekulánsnak abszolút érdeke, hogy káosz és anarchia legyen, mert ott lehet a zavarosban halászni leginkább, és ugye az elkeseredett embereknek semmi sem drága, tehát meg lehet velük, tehát szépen meg lehet őket vezetni. Azt látod, hogy a káosz is jegyet váltott. Nagyon izgalmas, hogy már most éppen, ahogy beszélek róla, a rákban van, a rák 0. fokán. Erről sokszor beszéltem, hogy a kardinális jegyeknek a 0. vagy 1. foka az mindig nagyon jelentőség. Teljesen ott történik meg a legnagyobb változás. Ugye a kardinálisok az új évszakot vezetik be, tavasz-nyár-ősztél kezdő pontjait, kezdő pillanatát csillagászatilag, és az azt jelenti, hogy végérvényesen valami tök új keletkezik, tehát elmúlik a régi, és valami új keletkezik. Na most a káosz a rákban, ugye az otthon, a haza, a nemzetek, a család, az anyaság jegyében nem sok jót mond, tehát ezt azért rögzítsük, hogy itt azért semmi nem fog kőkövön maradni, ami szent nekünk, viszont a teremtés a semmiből, tehát hogy teremthető esetleg valami új dolog is, ez is benne van a pakliban. Stila Nunam, egy bináris rendszer, azért van két neve, az ég és a föld istenei ők egyébként, az egyik az eget és a csillagokat, a másik a földet és az állatokat, növényeket uralja, és ennek a kettősnek általában az a hatása van, hogy van egy karmikus fordulópont, egy úgynevezett bifurkációs pont, és azt racionálisan vagyok képes értelmezni. Tehát ez egy nagyon fontos égítés lesz, nem csak a migráció, hanem egyéb más értelemben is, hogy meg tudjuk érteni azt, hogy mi történik velünk, és ennek adjunk egy racionális, meg kézzelfogható magyarázatot. Ezt láthatod, hogy oroszlán 26-28 fokon van. Tehát érdekes módon például, hogy a Szednával is kvadrátolódik egy időben, trigonolja az Eriszt, éppen hogy, inkább tavaly trigonolta, illetve rengeteg minden mással, ami a fix jegyeknek a 25., 23., 25., 27. fokán van, azokkal meg gyakorlatilag vagy kvadrátot, vagy opozíciót hoz létre.
A Gongong, ugye ez a kínai sárkány, ez a kínai mitológiában egy kozmikus katasztrófát okozó hatalmas sárkány, tulajdonképpen a Vela kataklizmát írja le, de bármilyen kozmikus katasztrófát és összeomlást, tehát ez a nagy-nagy összeomlásnak, a földrengéses, totális összeomlásnak a szinonimája, ami nem csak globális, tehát kozmikus jellegű, tehát tényleg. Ez most a halak 4.-6. fokán áll, és hozzá fog kapcsolódni nem, még nem a 2023-as évben, hanem majd a 24-es évben a Krantor, a rossz helyen, rossz időben lenni. Nem néztem még meg a 24-es dolgokat. Azt nem lövöm le, mert hogyha majd ugye mindannyian kirakjuk az előrejelzésünket, de majd figyeljétek meg Kézdi Andrának az előrejelzését 24-re, azt hiszem fog róla beszélni. Ha nem, akkor meg majd meglátjuk 24-ben, de itt ez érdekes dolgokat jelent. Na, nézzük, hogy milyen rajzokat készítettem nektek. Bocsánat, egy lejjebb csúsztam. Itt tehát, itt lehet látni, hogy a Sedna a Szilanónammal fog egy kvadrátot hozni január-februárban, méghozzá ugye a jegyeknek az utolsó fokán, és novemberben, decemberben szintén, tehát ez egy ilyen anaretikus kvadrát, illetve a Krantor és Damoklész, a Damoklész nem raktam ide be, de az is, ugye a Damoklész az a kard, ami, ugye a Damoklész kard, ami ránk zuhan, vagy éppen csak, hogy ránk fog zuhani, tehát ez még a nagy veszély, ami vagy bekövetkezik, vagy nem. A rossz helyen, rossz időben levés Kento újra fog a Damoklészszel együtt állni, szintén január-februárban. Egyébként a legérdekesebb karmasztrológiai szempontból a január-február-március tűnik a legérdekesebbnek, ott lesznek az igazi falrengető változások, majd meglátjuk, hogy ez tényleg bekövetkezik-e. És együtt fognak állni februárban a Szaturnusszal, ami éppen készül elhagyni ugye a vízöntőt, itt láthatjátok, tehát Szaturnusz, Krantor és Damoklész itt mind a vízöntő utolsó fokain együtt haladnak, szemben állnak a Szilanónammal, kvadrátot vetnek a Szednához, ugye ez mindez az analetikus 29. fokon állnak, és egyébként a káosztól megkapnak egy trigont, tehát izgalmas. Tehát ez, meglátjuk, ez ugye a migrációnak a lehetőségei, ezek fix, ez egy fix tékvadrát, tehát ez be is merevíti az álláspontokat, de az, és ugye a káosz pedig beindít egy valamilyen hát érdekes folyamatot, majd meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor jön a vírus, ja, egyébként annyira röhögtem, mert az megint az a bajotok, pontosan egy-kettőnek, hogy nem mondom meg, hogy mit csináljatok, hát bakker, amit akartok, könyörgöm. Tehát én különben sem rondol, soha nem adok senkinek jó tanácsot, tehát hogyha nagyon-nagyon látom, hogy az illető rettenetesen tanástalan és el van veszve a saját bajaiba, akkor azt mondom, hogy én ezt tenném a helyedbe, vagy én, ha ilyen helyzetben lennék, akkor bizony ezt vagy azt csinálnám. De könyörgöm, az én döntéseim, az én választásaim teljesen mások, mint a tiédek. Tehát, hogy milyen választ adsz, milyen reakciót adsz bizonyos dolgokra, az ugye nálad kell, hogy lecsapódjon. A vírusról most annyit, hogy derülnek ki ugye a rettenetes szövédményei, meg a mellékhatásai a különböző oltásoknak. Nézzetek utána, érdemes. Azt is érdemes megnézegetni, hogy hogyan romlott le az embereknek az immunrendszere, mert leromlott. És most kezdenek olyan hangok hallatszani, hogy bakker, ha nem csináltunk volna más, csak hatalmas adagokban D-vitamint szedtünk volna, ami az ilyen szép sötét hónapokban amúgy is kötelező lenne, akkor sokkal nagyobb esélyünk lett volna jól túlélni, könnyedén a saját immunrendszerünkkel túlélni ezeket a vírusos időszakokat. Most se késő, kezdje le C-vitamint, D-vitamint szedni, sétálj nagyokat, naponta 15-20 percet fordíts a mentális egészségedre is, és akkor nem lesz, mert ugye a vírus a nagyon alacsony rezgéseken tud betámadni, és a két legalacsonyabb rezgés, ami leviszi a saját rezgésedet, és padlóra küld, az a félelem és a düh. Tehát, hogyha el tudod kerülni a dühöt, ne szórakozzál a Facebookon, ne írogassál be, ne tegyél megjegyzéseket, próbáld meg visszafogni magad, és ha nem, tehát a félelmet valahogy kikerülöd, akkor ez gyakorlatilag nem tud téged megtámadni. Oké, tehát nézzük a témához tartozó kentaurt, rokat, ugye a fólus, ami kibondottan a vírusokat jelöli, ez most a baknak az elején, 6-8 fokon megy, szerencsére nincs oppozícióban a még, ugye, hogy hívják, nem is lesz, mert a káosz az egy hosszú keringési kentaur, és a fólustán 81-2 év. Tehát nem, ez most már egy távolodó dolog, ez volt, amikor a vírus témája előjött, akkor áll szembe a káosz a fólusra, ha jól emlékszem, de még ez sem biztos. De azt hiszem, mert a fólus hozzá pontosodott. De ez jó pár éve volt, az valamikor
még 19-ben volt. A Morse-Somnus szintén egy kettős rendszer, ugye az alvás és a halál, és a drogok, és a mindenfajta gyógyszerek, drogok, az altatás, a kábultság, ezek a, hogy mondjam, ezek a az általad vagy az orvosok által keltett mesterséges kóma, tehát a maga kóma is ide tartozik, ugye a kóma az tulajdonképpen a határmezsdéje az alvásnak és a halálnak. Ez mind a Morse-Somnushoz kapcsolódik, és ha megnézed, Isten bizony érdekes, hogy tényleg mennyi minden van itt a fix jegyeknek a 25. fokán, tehát itt a januárban még a 25. fokán van az ikre, vagy a bikának, és aztán átmegy az ikrekbe, tehát tulajdonképpen együtt mozog a szednával bizonyos fokig, ugye a szétdarabodás általi teremtéssel, itt lehet látni, és utána pedig ugye a trigont vet a Plutóhoz, ami meg a halál, és tehát a legteljesebb transformáció. Tehát mit látunk a Morse Somnusnál, hogy kvadrátolja a Szaturnuszt, ami együtt áll a Grantorral, ugye január-márciusban, ugyanebben az időben trigont vet a Plutóhoz, és egy szextilt fog vetni majd a Neptunuszhoz, valamikor május-júniusban. Az már tulajdonképpen majdnem hatóságosságon belül van, de ez május-júniusban lesz pontos. Megint ott tartunk, ahol kb. 100 éve, hogy a Plutó és a Neptunusz azok 60 foknyira vannak egymástól, tehát egy szextilre vannak egymástól. Egy kicsit eltávolodtak az utóbbi egy-két évtizedben, de most megint a szextil pontosodik be közöttük, tehát ez is egy izgalmas váltás. Tehát a Neptunusz ugye még a halakban marad, és aztán majd 2024-ben vált ő is jegyet. Ahogy mondtam, a Grantor a Szaturnusszal áll együtt január és március folyamán, a jegyek legutolsó fokán, a vízöntő legutolsó fokán, és a Morse-Somnus pedig a Grantort kvadrátolja, tehát a rossz helyen rossz időben lenni, Kentauriát kvadrátolja januárban, illetve október, novemberben, és megint a fix jegyek azok, amik itt dominálni fognak. Tehát ez a vírus, tehát korán sincs vége, azt tudom nektek mondani, nem engedték el a témát, hogy ez most ennek az egyébként katonai vírusnak, katonai fejlesztés által a világra öntött vírusnak egy újabb változat, egy újabb verzió, egy veszélyesebb verziója, vagy pedig egy új, mert ugye nagyon találékony Bill Gates és csapata, majd meglátjuk, de nincs vége a vírus sztorinak, szerintem legalábbis újra elő fogják venni szakaszokban, a január-február a legvalószínűbb, illetve január-február-március, vagy az október-november az év vége felé. És akkor itt lehet látni még, hogy van egy, a Jupiter is beszáll, itt a februárban is, meg június-júliusban. Ugye a Jupiter elég gyorsan jár, egy év alatt megtesz egy teljes jegyet, és most ugye az év elején még a kosban van, de át fog menni a bikába, és a februári Jupiter kvadrátot nem rajzoltam nektek ide, nagyon-nagyon gyorsan átmegy már a bikában. Tehát februárban még a kosnak az első, a 7.-8. fokán jár, június-júliusban viszont a bika 8.-9. fokán, és decemberben ismét, ugyanezen a 7.-8.-9. fokon. Tehát azt lehet látni, hogy a Jupiter, ami először kvadrátolja ezeket az állásokat, ezeket a lassú állásokat, június-júliusban már trigont vet, ami elhárítja az akadályokat, létre is jön egy harmónia háromszög, ugye, aminek az apexe a Szaturnusz, tehát itt van a fólus, nem írtam oda. Ezt is elmint szakaszonként raktam össze ezt a cuccot, tehát oda tudjátok képzelni, okosak vagytok. Na és akkor nézzük a háborút, és majd lesz egy olyan videó is, az külön, lehet, hogy itt ezt abba is hagyom nektek, tudjátok mit? Legyen elég ez konkrétan a három legfontosabb narratíva, ami ott volt, van már évtizedek óta velünk, és ott is marad évtizedek, mert remekül lehet bennünket revolverezni, meg arra kényszeríteni, hogy magunk ellen, és a családunk ellen, és a hazánk ellen tegyünk. Ugye be kell bennünket szaratni, és akkor majd nagyon fogunk félni, és akkor majd nem eszünk húst, meg 16 fokra fűtjük föl a lakásainkat, és különböző is rettegünk a sötétben, mert körülbelül ezt szeretnék a világ urai. Milyen szerencsé, hogy nekünk magyaroknak hatalmas túlélő készletünk és képességeink vannak, és ha nem teszel mást, csak a szép magyar népességből indulsz ki, akkor nagyon jól túl fogod ezt az egészet élni, szelíd, delűvel és alázattal add meg magad a külső körülményeknek, de a belső tartásodat sose veszítsd el. Jönni fogok még egy következővel, ugye a háborúval és az újjáépítés lehetőségeivel. Abszolút egyetértek Bogár Laci bácsival, aki azt mondja, hogy az lesz, hogy ez kb. 10-15 éves folyamat,
hagyják szépen az egészet úgy, ahogy van, aztán majd bevonulnak a kéksisakosok, és akkor majd rendet teremtenek, ugye a rendfenntartók mindig rendet teremtenek, és akkor majd zónákra osztják Ukrajnát, és akkor szép csendben annexálja az, aki akarja. Maximálisan azt gondolom, hogy ez így lesz, és majd kitalálnak valami más narratívát, vagy ezeket a maradék hármat fogják felfújni, hogy kellőképpen rettegjünk. Ne rettegjetek, szerintem. Megint csak azt tudom mondani, az egy nagyon alacsony rezgés, a legalacsonyabb rezgés a félelem és a dű. Ezeket próbáljátok kizárni az életetekből. Advent van, tessék tényleg a fény felé fordulni, és növelni magatokban, és magatok körül a fényt. Erre való a gyertya, ne gyújtsátok fel a lakásotokat, de erre való a gyertya, erre valónak a színes égők, erre való az, hogy az ima, az ajándékok készítése. Ne valami szar áruházi ajándékot vegyél, légy szívesen, hanem próbálj valamit készíteni a szeretteidnek. Gondold el, hogy minek örülne, és próbáld meg létrehozni. Ehhez kívánok nektek sok erőt, és majd jövök még a háborúval. Sziasztok!